Milyen körmös tanfolyamot végeztél? Képzeljétek el, egy 3 hónapos rapid körmös tanfolyamot csináltam meg, ugyanis amikor én elkezdtem abba a suliba járni, akkor én már tudtam mindent igazából, most ezt így nagy képűség nélkül. Édesanyja jött velem minden hétvégén, és 3 hónap alatt kész is voltunk. Édesanyja azért jött velem minden hétvégén, mert modellnek kellett. Nem azért, mert nem mentem elmenni egyedül. Tudsz ajánlani valami jó, nem olyan drága tust? Nekem 2 van, amit szeretek, gondolom filces tust szeretnél, vagy valami tollas verziót. Az egyik az ugye a NYX-nek az Epic Inclinere, a másik, mert ezt is bekészítettem, ilyen kis hatszög alakú, azt hiszem így látod. Maybelline Hyper Easy Brush Tip Liner. Ez egy tök jó tus. Egy nagyon picit beül a barázdákba, vagy hát igazából a bőrnek a kis krekjébe, de ez egy nagyon jó tus. Illetve pont egy tus ecset van a kezembe, én sokkal jobban szeretek ecsettel tust húzni, és valami kis zselével meghúzni, és régen a... Nem igaz, most is az Inglotnak a pindurpandúros tussát használom, viszont a pindurpandúr kollekció az nyilván már nem elérhető, de hogyha az Inglotnak a sima zselés tussát veszed meg, az fantasztikus, és azzal egy ilyen kis ecset mindent meg tudsz vele csinálni. Hol látod magad 10 év múlva? Mivel beszéltünk arról, hogy főállásban youtuberkedünk és influencerkedünk, szeretnék oda eljutni 10 év múlva, hogy csak azért youtuberkedjek, mert szeretek youtuberkedni. Ez nem azt jelenti, hogy most nem szeretek, viszont most azért nyilván mindenki tudja, hogy azért is csináljuk, hogy pénzt keressünk vele, mert ebből élünk. Ezen kívül pedig nagyon szeretném, hogyha addigra lenne új ház, addigra egy nagyon-nagyon bombasztikus kis kocsit szeretnék magamnak. Egy igazi milfes kocsit. Úgy gondolom, hogy addigra lesz már több lakásunk befektetésként, és több üzletünk Bencével. És nyilván addigra 1-2 vagy akár már mind a 3 gyerek. Mire fogod tanítani a jövőbeni gyermeked? Nyilván nagyon-nagyon sok dolog van, amire szeretném majd tanítani, és szeretném, hogyha fontos lenne neki, viszont amit úgy gondolok, hogy tényleg csak családból hozhat valaki, az az elfogadás és a nyitott gondolkozás, szerintem az elképesztően fontos az élethez, úgyhogy ez a 2 dolog, ami nekünk, mert nem azt mondom, hogy nekem, ebbe tudom jól, hogy Bence is egyetért, ez nekünk nagyon fontos lesz. Ezen kívül szeretném, hogyha nagyon-nagyon fiatalon elkezdenének angolul tanulni. Ez a 2 dolog, amit előre tudok, hogy nagyon-nagyon szeretném. Miért nincs műkörmöd, nincs időd? Pont most mondtam egyébként Petrának, Pócsi Petrának voltam az élőjénél, és akkor beszélgettünk erről. Nem érzem helyesnek azt, hogy műkörmöt csináljak magamnak, úgyhogy ha nem veszem fel. És itt jön ki, hogy a tartalomgyártóknak milyen komoly problémák vannak a kis buksiukban. Arra nincsen időm, hogy leüljek egy körmös videót felvenni, mert az legalább 4 óra, de lehet, hogy 5. Viszont videó nélkül meg nem csinálok magamnak körmöt, mert tudom, hogy imádjátok a körmös videókat. És azt meg nem hagynám ki semmiért, úgyhogy majd ha nagyon-nagyon rászánom magam, és nekiülök körmös videót csinálni, akkor lesz műkörmöm. Egyébként most egész hosszú a saját körmöm, nem tudom mi történt, de nagyon elkezdett nőni, úgyhogy most egy kicsit ezt növesztem. Nagyon sokat vágok egyébként, és... Azért köröm nélkül könnyebb. Simán tudok műkörömmel is vágni, viszont köröm nélkül nyilván könnyebb. TikTok draftokba körbenéztem, és képzeljétek el, hogy van ott olyan, ahol a szülinapi körmöm volt rajtam. Az a
nód és porcelán kis virágok voltak rajta. Csodaszép volt, úgyhogy elkezdett nagyon hiányozni. Viszont most nem is lenne jó, mert jövő hét végén van egy komoly pakolós programunk, úgyhogy oda semmiképpen nem szeretnék hosszú körmöt, de hogyha azzal meg vagyunk, akkor szerintem lehet, hogy fogok csinálni. Hogy haladsz a fogyásban? Kezdünk elérni azokhoz a kérdésekhez, amiket nagyon kinéztem magamnak. Kicsit lehet túl őszinte vagyok ebben a videóban. Jól haladok a fogyással, viszont nem vagyok elégedett. Ugyanis az én fejemben ennek úgy kellene kinéznie, hogy egy hónap alatt már tökéletesen nézek ki, és minden úgy van, ahogy a befejezett kész helyzetben kellene legyen. Nyilván nem így történik a dolog, mert ez nem normális, és nem lehetséges. De ettől függetlenül halad a dolog, viszont szerintem haladhatna gyorsabban, és ezt nem csak ezért mondom, azzal a belefektetett energiával, amit én most beleteszek, egy picit szerintem mehetne gyorsabban, úgyhogy, ahogy mondtam már nektek, endokrinológushoz kértem időpontot, nem sokára megyek majd vért vetetni, és mindent át fogunk nézni, hogy olyan téren biztos rendben van-e minden. Ezen kívül fogok csinálni, képzeljétek el, egy 6-7-es nyirokmasszás órát. Remélhetőleg az is beindít minden ilyen kis eldugulást a szervezetembe, hogyha valami miatt nem tudnak a méreganyagok kijönni, akkor még arról az oldalról is rásegítünk. És úgy gondolom, hogy nyárra el kellene érjem azt a formát, amit így elképzeltem. Mi volt a legnagyobb csalódásod lovaglás terén? Mi fájt lelkileg a legjobban? Egyértelműen az első Európa-bajnokságom. Ha valaki nem tudja, amikor először voltam Európa-bajnokságon, akkor azt hiszem, második éves fiatal lovas voltam, ami azt jelenti, hogy 20 éves voltam, vagy hát 20-ba fordultam. Enjoy pedig 7 éves volt, ami azt jelenti, hogy első éve volt, hogy ott lehetett Európa-bajnokságon, ami nagyon ritka, tehát ennyire fiatal lovakkal ritkán indulnak elvén. De nagyon ügyes volt, és működhetett volna a dolog, viszont hát lovaglás, 10 másodperc, ő se úgy reagált, én se úgy reagáltam, és felborultunk, teli lelátó előtt. Hála az égnek, senkinek semmi baja nem lett, de ti nem tudjátok elképzelni, hogy lelkileg az milyen szörnyű, hogy lábon el kell hagyd a pályát. Uramisten, annál rosszabb, senkinek nem kívánom, hát az Európa-bajnokságon, gyerekek, katasztrófa. Ez nem bántásból, hogy nem fektetsz több energiát a vágásba és a thumbnailbe. Azokat a kommenteket, akik odaírják, hogy nem bántásból, ez kapcsolódik egyébként ahhoz, hogy nem tudom utolérni magam. Én nagyon próbálkozok, de nem megy, ami azt jelenti, hogy egy kicsit minden kapkodva készül el. A thumbnail-el teljesen egyetértek, ezzel nem sokára kezdek valamit egyébként, mert tudom jól, hogy sokkal-sokkal jobb indexképeket lehetne csinálni. És a szép az egészben egyébként, hogy én is meg tudnám csinálni, mert a másik nagy kattanásom nem régen az a Photoshop volt, és mindent megtanultam, ami ahhoz kell, hogy egy nagyon komoly indexképet tudjak összerakni. Viszont a jelenlegi laptopom memóriája 128 giga, ami azt jelenti, hogy semmi nem fér el rajta, ami azt jelenti, hogy Photoshop sincsen rajta, ami azt jelenti, hogy telefonon szerkeztem az indexképeket, ami nagyon cuki meg minden egészen addig, amíg valaki nem kérdezi meg, hogy miért nem fektetek több energiát az indexképekbe. Úgyhogy vennem kell új lapit, viszont az a laptop, amit vennem kell, az több mint 1 millió forint. És nagyon-nagyon erőlködök, hogy rászánjam magam, de azért nehéz. Tehát munka, meg minden, de ha összeszámolom, hogy idén ahhoz, hogy a legjobb, valaha volt legjobb minőségű tartalmat gyártsam nektek, legalább 5 millió forintot el kellene költsek az első negyed évbe technikai felszerelésre,
Hát olyankor nem vagyok boldog. És ilyenkor megkérdezi valaki, hogy nem gondolom-e úgy, hogy túl sokat reklámozok. Hát nem, nagyon keveset reklámozok ahhoz, hogy viccből csak azért, mert kedvem van 5 millió forintért új cuccokat vegyek. Úgyhogy, majd ha összeszedem rá a lelki energiámat, akkor megveszek mindent, de még nem tartok ott. Értem a kérdést, nem veszem bántásnak. Ja, a vágás viszont az az igazság, hogy nincsenek nagyon olyan videóim szerintem, ahol a vágásra annyira koncentrálni kellene. A vlogjaim nem pörgősek, nem vagyok egy pörgős csaj igazából, mert hogy az vagyok, de a videóim azok nem olyan pörgősek. Ezt a videót is megvághatnám úgy, hogy mindig, amikor mutatok, vagy valami, akkor legyen valami, szórodjanak a szívecskék, robbanjon a bomba, nem tudom én micsoda, de nem látom értelmét, tehát szerintem, na. A vlogokkal szeretnék még egy kicsit többet foglalkozni, de ahhoz, hogy először a rendszer álljon fel, jelenleg nincsen időm arra, hogy egy videót nagyon-nagyon sok órán keresztül vágjak. Remélem, hogy lesz majd időm, vagy vissza tudok térni arra, hogy vágom legyen, de amíg ennyire SOS-be csinálom a videókat, most is ezt kedden veszem fel, és hogyha minden jól megy, akkor szerdán megy ki. Nincsen arra sajnos időm, hogy extrém időt fordítsak a vágásra és a thumbnailre. Van-e új trükk, amit megtanítotok Olinak? Képzeljétek el, hogy nagyon szerettem volna megtanítani neki a lelövős trükköt, viszont az valószínű, hogy soha nem fogja már megtanulni, ugyanis olyan nagy, hogy a leültetésig nyilván megvagyunk, viszont utána jönne az, hogy bum, és el kellene dőljön. De olyan nagy, hogy nem tudom kibillenteni az egyensúlyából, hogy az oldalára fektessem. Úgyhogy azt arról lecsúsztunk. Olesszal is nyáron szeretnék majd több videót csinálni, amik kicsit ilyen tematikusabbak, kiválasztunk egy-egy nagyon nehéz trükköt, és megnézzük, hogy mennyi idő alatt tudja megtanulni, meg ilyenek. Ezeken gondolkozok, viszont, ahogy mondtam már, először rendszer. Milyen országokban voltál eddig? Soha nem beszéltem nektek ezekről, ugyanis tisztában vagyok vele, hogy elképesztően szerencsés helyzetben vagyok, és fantasztikus gyerekkorom volt, és nagyon sokat utaztunk, de egyébként is nagyon sokan utálnak az interneten, úgyhogy soha nem akartam erről beszélni, de úgy gondolom, hogy ebbe a videóba bőven elfér, és hát ha nem fog senki megenni érte. Ezen kívül a lovaglás miatt is nagyon sok helyen voltunk, és azért nem akartam elmondani, mert nem akarok ilyen nagyképűnek tűnni, vagy nem menőzésből akarom elmondani, nem tudok erre jobb szót. Gyorsan előkaptam egy térképet, és megpróbálok tényleg mindent felsorolni nektek. Nyilván, ami itt a környéken van, az szinte minden. Egyértelműen Románia, Szerbia, Horvátország, Olaszország, Ausztria, Csehország, Lengyelország, Németország, Hollandia, Belgium, Franciaország, ez mind. Amerikában még nem voltam, ami hatalmas szívfájdalmam, de ezt idén pótoljuk mindenképpen. Sokat jártunk gyerekkoromban Tunéziába, egy adott helyre, szerintem 4-szer tuti visszamentünk. Azt nagyon-nagyon szerettük ott. Voltam Egyiptomban, Egyesült Arab Emírségekben, Dubajba 2-szer is eljutottam, ami nagyon király. És a lényeg az, hogy amíg ugye gyerekek voltunk, addig olyan helyre kellett menni, ahol a gyerekek tolerálva vannak, ezért Tunéziába jártunk minden évben. Utána viszont 2010-ben megszakadt az utazás, ugyanis én elkezdtem versenyezni, és messzebbre utána nem is mentünk, maradt minden így Európán belül, és nem vitt, csak lovaglással utaztunk mindenhova, úgyhogy majd mostantól indul újra ez a menet. Erről mindjárt beszélek egy kicsit, csak erre van egy konkrét kérdés, úgyhogy megvárom, míg az következik. Vegán vagy-e? Nem vagyok vegán, mert a vegán az egy életmód. Az nem csak a táplálkozásra vonatkozik, viszont növényi alapon táplálkozok. Ami nyilván magába foglalja azt, leginkább azért szoktam ezt mondani,
mert tejre és tojásra érzékeny vagyok. Ezen kívül a gluténra is, annak sok köze nincsen a vegánsághoz, de hozzátartozik. És alapvetően nem sűrűn szoktam húst enni, mert nem kifejezetten szeretem, és nem is kívánom, úgyhogy alapvetően igazából növényi alapon táplálkozom. Viszont ha van kedvem, akkor bármikor eszek húst, és hogyha étterembe megyünk, és valami csirkéset kívánok meg, akkor is eszek húst, tehát nem vagyok vegán. Van-e tervben új sorozat közösen Bencével? Van bizony, képzeljétek el, múlt héten, amikor hoztuk haza Oleszt Gábortól, akkor találtuk ki, hogy mi legyen a sorozat, és úgy érzem, hogy ez egy olyan dolog lesz, ami egész évben fog tudni menni, ugyanis a ti segítségetek fog majd hozzá kelleni, és ez egy reakció sorozat lesz, amit szerintem imádni fogtok. Szeretnénk majd egy kicsit olyat is, amiben rajtunk lesz a hangsúly, és hasonló beszélgetős. Arra is van egy ötletünk, viszont azt még nem találtuk ki, hogy pontosan hogy nézzen ki, de lesz, úgyhogy készüljetek fel, mert idén is visszatér a duó. Szerintem a botoxtól tisztára feldagadt az arcod, szerintem, meg ha nem tudod, hogy miről beszélsz, akkor inkább ne is írj, mert hülyét csinálsz magadból, és az kellemetlen. Képzeljétek el, a botoxtól nem tud feldagadni az arcod, mert a botox az nem egy töltőanyag, tehát az nem ad volument semminek. Melyik volt a kedvenc hajszíned? Nem tudom. Mindig megvan az adott korszak, ami miatt valami tetszik. Nem akartam majdnem fekete hajat, és most nagyon élem. Úgyhogy mindig az a kedvenc, ami éppen van. Mi az álom úti célod? Bence nagyon jól tudja, egy valami számít jelenleg, amire nagyon-nagyon vágyok. Az a átlátszó kék víz és fehér homok. Ez, hogy most Seychelles, Bali, Maldív, mindegy, de valami ilyesmit nagyon-nagyon szeretnék összehozni a közeljövőben. Idén mentek-e nyaralni? Hogy nyaralni megyünk-e, azt nem tudom, de idén szeretnénk sokat utazni. Kiugratóként mi volt a legnagyobb sikered, vagy mit tekintesz annak? Itt pedig jöhet a második Európa-bajnokságom. Sajnos helyezést nem sikerült elérni, de igazából nem is biztos, hogy erre számított bárki. Viszont volt egy egyverőhibás pályám, és az az egyverőhiba is igazából ilyen nem hiba-hiba volt. Végül is egy potyafának is mondhatjuk, úgyhogy szerintem az egy elég komoly pálya volt. Viszonylag nagy is volt, nagyon technikás, ez Franciaországban volt egyébként, Fontainebleau-ben. És technikás pálya, a pályának maga a talaja, elrendezése is tök technikás volt, nagyon ügyes volt a ló, szerintem én is tök jó voltam, úgyhogy az... Nemrégen megosztottam sztoriban, mert megtaláltam, és így visszanéztem, mondom, oké, ez meg mindig jó. Engem a botoxsal kapcsolatos tapasztalataid érdekelnek, jársz-e még? Mostanában nem voltam, nagyon régen nem voltam már, szerintem másfél éve biztos nem voltam. Aminek annyi egyedül az oka, hogy elkezdtem retinolt használni nagyon-nagyon következetesen, és viszonylag erős retinolt, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen hatással van a kezdődő ráncaimra. Angolul olyan jó szó ez a fine lines, a apró, vékony vonalak, mert nem ráncokról van igazából szó, hanem fine lines-ról, és őszintén megmondom, hogy nagyon komoly változást látok már most is. Ez a kettő a legdurvább. Nekem a homlokomon vannak igazából ráncok, nyilván mimikai, de attól függetlenül ez ha elmél, akkor az ott marad, és úgy látom, hogy alakulnak, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy mi történik velük így a retinolozás hatására, de ha úgy érzem, hogy elég volt a próbálgatásból, és szeretnék, akkor fogok menni újra. Tehát én amúgy szeretem, csak nagyon fontos, hogy baby botoxot kérje, vagyis hogyha annyi idős vagy, mint én, vagy hasonló. Baby botox nagyon-nagyon kicsi adatba, és inkább többször jár, de keveset.
Légy szíves, megmutatod a cicidet? Légy szíves, nem mutatom meg a cicimet. Légy szíves, miért mutatnám meg neked a cicimet? Légy szíves. Arc és bőrápolós videó mikor lesz, illetve csiganyálkrém tapasztalatok. Nem tudom, hogy mikor lesz bőrápolós videó, viszont ezt el akartam mondani, képzeljétek el, hogy nem tudom, hogy mi van velem, de a csiganyál az egyetlen olyan összetevő, ami nem tudok túllépni, tehát hogy soha semmit nem próbáltam ki, és nem is tervezek, ami csiganyálos. Nagyon-nagyon sokan dicsérik, úgyhogy ha neked ezzel nincs problémád, akkor... Csak ajánlani tudom, de egyszerűen én nem tudok túllépni azon, hogy hiába rengeteg kémiai folyamaton átmegy, meg minden, csiganyál. Nem. Miért? Na, itt van a kérdés. Miért nem jártok Bencével nagy nyaralásokra? Nem szerettek utazni? Utazós vlogok, stb. Nagyon szeretünk Bencével mind a ketten utazni. Viszont valahogy mindig mindent olyan rosszul kapunk el. Amikor összejöttünk, akkor nekem még nem volt úgy saját keresetem, hogy meg tudjak engedni igazából magamnak akármilyen nyaralást, abban meg nem lettem volna benne, hogy Bence fizessen mindent. Ugyanis, ha hiszitek, ha nem, nem vagyok egy ilyen fajta hölgyemény. Miután meg már meg tudtam volna engedni én is magamnak, és igazából el tudtunk volna kezdeni járni, az így 19. második fele, körülbelül 19-19 második fele. Volt is úgy, hogy megyünk. Nem tudom, hogy mi miatt akkor nem mentünk. 2020-ban egyértelmű, hogy miért nem mentünk. Tavaly viszont teljes mértékben magamra vállalom, miattam nem mentünk. Ha valaki nem tudná, nekem hányás fóbiám van, és én nem merek PCR-tesztet csináltatni, csak akkor, hogyha biztos, hogy az orromból veszik a mintát. Elképesztően gáz, és amúgy tök szégyellem is, úgyhogy ez... Vegyétek úgy, hogy nagyon jobban vagyunk, hogy ezt elmondom. Nem mertem elutazni sehova, mert féltem, hogy torokból fognak mintát venni, és azt én nem tudom megcsinálni, tehát én ott olyan pánikrohamot kapok, hogy kórházba viszek. Tudjátok, voltunk Berlinbe About You Fashion Weekend, és ott is csak úgy vállaltam el a munkát, hogy megígérték, hogy elég, hogyha orról veszik a mintát a show előtt. Úgyhogy remélem, hogy idén ezt meg lehet oldani, és akkor idéntől tudunk menni, mert egyébként nagyon sok hely van, ahova szeretnénk együtt menni, úgyhogy... Bencével egy-egy komolyabb vitában volt-e már olyan dolog, amit megbántál, hogy kimondtál? Nem szoktak lenni komolyabb vitáink, ami egyébként annyira hihetetlen, és megértem, hogy miért nem hiszi el senki, amikor mondjuk, de nem szoktunk vitázni, annyira nem akarom magunkat dicsérni, de olyan civilizáltak vagyunk, hogy mindent szerintem megbeszélünk. Vagy érzelmi intelligencia ez, vagy nem is tudom, hogy minek mondjam. Nem hagyunk semmit elfajulni addig, hogy vita legyen belőle. Mindig még a megbeszélhető, normál hangvételes állapotába megbeszéljük a dolgokat, és nem szoktak lenni vitáink. Úgyhogy hála az égnek, nincsen semmi, amit így megbántam volna. Ha a barátnőm velem mosatja ki az ecseteket, akkor hogy csináljam, hogy jól legyen kimosva? Imádlak. Elképesztően cuki vagy, hogy kimosod neki az ecseteit. A lényeg annyi igazából rendesen legyen mindenki mosva belőle. Ezen kívül nyilván nem most nagyon vegyszeres valamivel, meg legyen jól kiöblítve belőle a szappan. Picit abba hagyom az ecsetmosást, és megpróbálom nagyon gyorsan megválaszolni a maradandó kérdéseket, ugyanis még mindig rengeteg van. Szerinted az embereket meghatározza a nevük? Szerintem egyébként igen. Nem megyek bele, de én eddig úgy vettem észre, hogy igen. Mi segített át a covidos, bezárkózós időszakon? Egyébként is otthonról dolgoztunk, úgyhogy nekünk ez annyira nem volt nagy váltás. Én nem is hiszem, hogy erre tudok érdembe válaszolni, mert nekünk nem volt ám nagy változás. Van egy alapozó, amit szeretnék kipróbálni, de nálunk boltban nincs, hogy határozzam meg az árnyalatot. Keres videókat róla. Képet, inkább videókat, YouTube videókat keres róla, és szerintem az alapján egész jól el lehet találni. Kérdezitek sokan, hogy csinálok-e videót edzésről, hogyha szeretnétek egyébként, akkor a vlog csatornára nézzetek át, eddig is voltak ilyen kis részletek, viszont ha tényleg szeretnétek, akkor oda csinálok olyat, hogy hosszabban benne van az edzésem is. Mennyi idő alatt tapasztaltad ki, hogy milyen ecseteket jó használni, mi vált be, mire esküszöl? Az van, hogy van pár kedvencem, csinálhatok egy ecsetes videót is, de nagyon, most nem úgy néz ki, de nagyon kevés ecsetem van, és nincsenek túl drága ecseteim.
ez is idén egy szép kör lesz, amikor új ecseteket kell vennem, és egy kicsit szeretnék befektetni, hogy legyen pár igazán olyan ride or die, nagyon jó ecsetem. Volt-e fogszabályzót? Ha igen, hogy viseltet? Képzeljétek el, hogy nem. 12 évesen nagyon-nagyon akartam fogszabályzót, de azt mondták, hogy nem lehet, mert felesleges. Fogsz-e mesélni a jelenlegi egészségügyi állapotodról? Hogyha elindítom ezt az endokrinológusos vonalt, akkor arról szerintem fogok majd egy külön videót csinálni, úgyhogy igen. Lesznek-e komolyabb témájú csajos beszélgetős videók? Várom a kérdéseiteket, mondjátok meg, hogy miről, és beszélek róla. Hogy megy Olinak az érzővédő? Gábor azt mondja, hogy nagyon ügyes, sajnos viszonylag keveset járunk, úgyhogy kevésszer őrzővédőzik, de Gábor azt mondja, hogy ügyes. Túlmelegedett a kamera a 2 óra forgatás után, úgyhogy ki kellett mossam a többi ecsetet, és jaj, le kellett állítsalak titeket. Megmaradt még pár kérdés, viszont 4 vagy 5 darab maradt hátra, úgyhogy azokat szerintem most kihagyjuk, és ha valaki nem kapott választ a kérdésére, akkor a következőben írhat. Úgy gondolom, hogy 2 részre lett osztva ez a videó, ami azt jelenti, hogy az előzőben nem köszöntem ki, viszont most szeretnék tőletek elköszönni, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mert egyedül nagyon unalmas lett volna. Folytatjuk ezeket a videókat, ugyanis ecsetet mosni kell, ecsetet sűrűn kell mosni. Mindenki mosson sűrűn ecsetet, nagyon elfáradtam, fájnak a kezeim, és kiázott. Látjátok, hogy néz ki? Jó! Mind a 2 csatornámon nem sokára találkozunk. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!